Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargita György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és itt a hétvége, és gondoltam, hogy valami olyat kell főzni, amire megint csak úgy rájárhatunk, és nem kell az egész hétvégét a konyhában tölteni. Tehát most 2x4, azaz 8 adag ételt fogok készíteni, mégpedig egy kolbászos cukkinis lecsót Török Ádám módra vagy kedvére, és akkor itt ez egy pici magyarázatra szorul. Nemrég hunyt el Török Ádám, a Mini Együttesnek a front embere, rendkívüli zenész, hihetetlen komoly fuvolista. Nekem ő az egyik meghatározó zenei élményem, 45 éve hallgatom és nagyon szeretem. Nagyjából 20 éve volt, amikor Többed magammal a Paksi Blues Fesztiválon vasárnap a főzőversenyen zsűriztem. Török Ádám és csapata egy fantasztikus, húsos, cukkinis lecsóval álltak elő. Mutatom is itt a képet róla. Ezzel akkor megnyerték a versenyt, és tulajdonképpen egy kicsit védjegyévé is vált Török Ádámnak ez a fajta étel, mert azután majdnem minden évben ugyanezt megfőzte itt a Gastro Blues Fesztiválon. Ennek a receptjét megtalálják az oldalamon, bekopiztam a videó alá. Ebből egyértelműen lehet látni, hogy hogyan készül ez Bográcsban. Egyébként Ádámék minden évben valami kicsit trükköztek rajta. No, a lényeg, hogy ennek most egy benti konyhás tűzhelyre átírt változatát fogom elkészíteni, de abszolút úgy, ahogy ezt Török Ádáméktól ellestem, vagy elmondták nekem, és ezzel is egy kicsit szeretnék tisztelegni az emléke előtt. Én nagyon szerettem a muzsikáját. De akkor most következzék a recept. Nézzük tehát, mi is kerül ebbe a lecsóba. Az arány az 1-2-3, nagyjából itt is érvényes, tehát egy rész hagyma, két rész paradicsom, három rész paprika. Itt mondjuk a paprika súlyából lejön a cukkini, de ezt azért nem kell ennyire szigorúan venni. Ami nálam itt most szerepel az asztalon, ez 60 deka vöröshagyma megtisztítva, 1 kg 20 deka töltenivaló paprika, ez jó kis húsos paprika, majdnem 1 kg paradicsom, amivel annyit tettem, hogy forrásban lévő vízbe dobtam, meghámoztam, és ennyi az egész, illetve van itt nekem két karcsú cukkini, ez 80 deka, és megtisztítottam egy fej fokhagymát. És hogy ne kapjunk itt a végére zöldségvérgezést, azért egy kis hússal fogjuk tuningolni ezt az egészet, nevezetesen 30 deka főtt füstölt császárszalonna. Azért nem nyerset használok, mert az egész lecsó kész van mondjuk 35-40 perc alatt. A nyers szalonna nem biztos, hogy annyi idő alatt megfőne, tehát ez a tuti, ezt fogom használni. Kap egy szál hartai kolbászt, ez éppen csak több mint 30 deka, és kap 60 deka debrecenit. De akkor lássunk is neki a munkának. Lehet választani, hogy a szalonnát ilyen kicsi csíkokra, pontosabban hasábokra, vagy kis kockákra vágjuk. Én szerintem maradok majd annál, hogy kis hasábok lesznek belőle. Ehhez először fél centi vastagon fölszeletelem. Itt a bőre is puha, tehát nyugodtan mehet bele. Az így kapott szeleteket ilyen vékony kis hasábokra vágom. A vörös hagymát félbevágom, és azután fél karikákra, azaz fél főre szeletelem. A száraz kolbászt is, és a debrecenit is karikákra vágom, mégpedig nem túl vékony karikákra, ugyanis kapnak majd egy pirítást, és azután végig főnek a lecsóban, tehát nem akarom azt, hogy szétfőjenek benne. Következő hozzávalónk a paprika, amit ilyen 3 centis nagyobb kockákra vágok. Ha nagyon sietnék, már föltehettem volna a szalonnát és a hagymát a tűzre, hogy hagy piruljanak együtt, de most úgy döntöttem, hogy nem kapkodom. Szépen előkészítek mindent, és utána majd elkezdek főzni. Legfeljebb, ha lesz holt idő a főzésben, akkor rendet rakok. A cukkinit is megmostam, a végeit levágom,
és azt nézegettem, hogy ahol ilyen karcsú, ott én ezt karikákra fogom vágni, ilyen fél centi vastag karikákra. Ahol egy kicsit ducibb, ott félbevágom, és utána szeletelem föl fél centi vastagon. A paradicsom lesz az, amit majd később fogok fölvágni, és még akkor a fokhagyma, ahogy szoktam, félbevágom, és azután a kés fokával földarabolom. Most ezúttal nem is kell olyan pépesre, hiszen garantáltan szét fog menni majd a lecsóban. Nagyobb lábasba beletettem a szalonnát, beledobtam a hagymát. Természetesen, ha nyers lenne a szalonna, akkor először azt kipirítanám, de ebben az esetben ez teljesen fölösleges. Hozzáadok két ilyen fakanálnyi zsírt, és közepes lángon egy olyan 10 percig pirítom az egészet. Menet közben beledobom a fokhagyma két harmadát is, és így együtt hagy szóljon, hagy piruljon. Szabadon választott fűszerként lehet beletenni őrölt köményt, lehet beletenni őrölt borsot. Én most egyikkel sem élek, de aki szeretne, most nyugodtan tegyen bele. Ugyanis a fűszereknek jó, ha a zsíron egy kicsit pirulnak, jobban felszabadul az illóolaj tartalmuk. Közben megbeszéltem magammal, hogy mégiscsak teszek bele egy kevés köményt, de még egyszer mondom, tehát ez szabadon választott, abszolút nem kötelező. Teszek bele borsot, de ez sem kötelező, hozzávaló. Érdemes megnézni, ragyogóan pirul a hagyma, ragyogóan pirul a szalonna. Azért, hogy a szalonna ne szomorkodjon egyedül, hozzáadom az összes többi előkészített kolbászt, tehát a száraz kolbászt is, és a debrecenit is, és együtt pirítom tovább egy pár percig. Pár perc pirítás után hozzáadjuk az összes paprikát, és ezt is egy kicsit megsütjük, megpirítjuk. Most már dolgozzunk a lehető legnagyobb lángon, és amíg ez itt pirul, vágjuk össze a paradicsomot kisebb kockákra. Pár perc pirítás után tegyünk rá 3 evőkanálnyi, mondjuk 1, 2, 3 evőkanálnyi jóféle piros paprikát, valamiféle darált csili paprikát adjunk hozzá, ez lehet természetesen erős pista is, legyen csapott kis kanálnyi, biztosan kell. Ez az erős, ez most ilyen csapott kiskanálnyi volt. A végén, ha kell, még természetesen tehetünk hozzá. Kezdésképp egy csapott evőkanál só, és még mindig itt sül nekem, ragyogóan pirul nekem ez a lecsó alapom. Nem kell félni, nem fog megégni, mert annyi levet engedett a paprika. Tessék nézni, itt lehet látni. Mehet hozzá az a paradicsom, amivel megvagyunk. Most egy kicsit visszaveszek a tűz erősségéből. 10 percig főzöm ezt az egészet, és utána belekerül a cukkini, akkor folytatjuk. Nem is vártam 10 percet, olyan 6-8 perc telt el. Most hozzáadom a cukkinit, illetve mutatom, ide tettem a maradék fokhagymát, tehát a friss fokhagyma belekerül, ezzel egy kicsi friss pluszt ízt kap az egész. És mostantól kezdve addig főzöm, hogy minden megpuhuljon benne, a cukkin is, de ne legyen plötty az egész, olyan roppanósan puha legyen. Én úgy gondolom, hogy mostantól számítva egy olyan 10 perc ez az egész. Ezzel a készítési móddal fantasztikusan ízes lett a szaft, tehát az összes hús íz belefőtt. Nem is kell utána ízesíteni, az imént megkóstoltam. Mindenből tökéletes, úgy, ahogy van. A másik főzési lehetőség az az, amikor azt mondom, hogy oké, hogy így belefőzzük a húst, de hát mégiscsak azért egy-két karika szétmehet benne, ami vékonyabbra van vágva.
Ezért a másik változat az, amikor a húsokat külön lepirítjuk egy kevés zsíradékon, és nagyjából az ételnek ebben a főzési szakaszában tesszük hozzá a lecsóhoz, és akkor összesen fő egy olyan 5-6 percet, 7-et, 8-at, és kész. Tehát ez a kétféle lehetőség van, ki döntse el kedve szerint, hogy szeretnék készíteni. Magunknak, itthon, barátoknak én biztos, hogy így főzném. Ha mondjuk bemutató főzés lenne, akkor valószínű, hogy a fele húst belepirítanám, a másik felét, illetve belefőzném úgy, mint most, a másik felét viszont zsíron megpirítanám, és a végén adnám hozzá, hogy szép, tetszetős legyen, de ez csak abban az esetben, hogyha valami nagyon fontos, extra vacsora van. A cukkini is kiengedte a levét, érdemes megnézni, ilyen sűrű szaftunk van. Fantasztikusan finom. Talán egy picit utána sózok, ennyi az egész kiegészítés. Még egy fontos info. A cukkini még nincs kész teljesen. Igen ám, de hogyha addig főzzük, míg teljesen puha lesz, akkor mire az ételt kitálaljuk, ez rommá megy. Ugyanis itt most 100 fok van belül, a lecsón belül, és ezt használjuk ki. Tehát majdnem kész a cukkini, lehúztam a tűzről, 5 percig így hagyom tulajdonképpen állni, és utána már tálalható is. Íme tehát a cukkini is lecsó, egy kicsit Török Ádám előtt is tisztelegve az ő receptje nyomán. Akinek szimpatikus volt az így elkészített fogás, kérem nyomjon a videóra egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen most már 520 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget és remek hétvégét kívánok Önöknek!